Fiatalok pingálták ki a dombóvári roma nemzetiségi önkormányzat kerítésének egyik kazettáját. A Kakasdomb Erzsébet utca és Mászlonyban élő gyerekek egy kétnapos topos pályázati forrásból megvalósított művészeti foglalkozáson vettek részt. Tavaly volt 3 nyári tábor, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és úgy döntöttünk, hogy évközben is folytatjuk. Havi rendszerességgel tartottam foglalkozásokat, és úgy döntöttünk, hogy ha kijön a jó idő, kijön a nyár, akkor egy ilyen nagyobb közös falfestményt is csinálunk. Közös, elsősorban dombóvári kapcsolódási pontot kerestek, így döntöttek a szigeterdei lakótorony felfestése mellett, ami mindenki számára ismerős lehet, mondta Olá Norbert, az Autonómia Alapítvány munkatársa és a foglalkozás vezetője. Az alapozott falfelületre vízbázisú zománcfestékkel alkottak a kisművészek. A lakótorony mása mellett még a dombóvári és a roma zászló is felkerült a falra. A dombóvári zászló az egyértelmű, a roma zászló pedig azért, hogy ezzel is egy picit identitást adva a srácoknak, meg ennek az egész projektnek. Egy szegregátumokról van szó, eleve a kisebbségi önkormányzatnak az épületére, a kerítésére készül ez a festmény. A kész művet június 29-én adták át a nagy közönségnek. A gyerekek munkájukért oklevélben és írószercsomagban is részesültek, melyet az Autonómia Alapítvány vezetője Nun András és Ligorovics Zsolt, a dombóvári roma nemzetiségi önkormányzat elnöke adott át. A faldíszt pedig ezután minden arra járó megcsodálhatja.